Egy időben Stúdiólátogatások címmel nyílt kiállítás a Műcsarnokban, melynek különlegessége, hogy többnyire pályájuk elején járó művészek munkáiból mutat pillanatképeket egy saját tárlat formájában. Az egy művész, egy terem, egy kurátor típusú kiállítás jelenleg csak virtuális keretek között látogatható, ezért is igyekszünk átfogóbb képet adni a tárlatokról. Most ismerjük meg Gergely Réka szobrászművész munkáit. Gergely Réka szobrászművész termében vagyunk. 2 évvel ezelőtt ismerkedtem meg vele egy kiállításon, amire felkértek, hogy nyissam meg. Akkor találkoztam először a munkáival, és akkor most, amikor ez a lehetőség volt, akkor úgy gondoltam, hogy most itt van egy kiváló alkalom arra, hogy Rékát megismerjem közelebbről is, mint alkotót, illetve hogy a munkáit itt bemutassuk. A kiállításnak a címét Kondor Szilágyi Mária, a kiállítás kurátora adta. A változás és a folytonosság egysége, ez utal a japán esztétikai szemléletnek egy sajátosságára, illetve megjelenik benne az a látásmód, ami az én szobraimban is fontos szerepet játszik, hogy a különböző természeti anyagoknak a felhasználásával, rajtam kívülálló folyamatok által létrejött anyagok felhasználásával szintén megjelenik a szobrokban egyfajta változás vagy folytonosság. Nyolc éves voltam, amikor a szüleim munkájából adódóan kerültem ki Japánba, és akkor utána még így hosszabb, rövidebb időket kint tölthettem. Illetve hát az egész családom japán vonatkozású területeken dolgozik, úgyhogy tényleg így szerves részévé vált az életünknek a japán kultúra. Hát eleinte teljesen intuitív módon szövődtek bele ezek a hatások így a szobrászati munkámba, és aztán az egyetemi évek vége fele, majd főként a doktori képzésben, amit pár éve fejeztem be, ott vált ez egy egyre tudatosabb kutatási területté. Tulajdonképpen ezekben a munkákban arra törekszem, hogy egyfajta egység jöjjön létre, ami így a megosztottságok mellett, vagy annak ellenére bizonyos értelemben így a különböző kultúráknak, a kultúrák kapcsolatainak a lenyomatai ezek a munkák, azt hiszem. A szobrok nagy részénél tulajdonképpen 2-3 elemből épül fel maga a munka. Egyrészt van egy keretező, befoglaló vagy hordozó elem, ami közre fog vagy megtart egy vagy több íves elemet, és az utóbbi időben ezt a két általam létrehozott részt egészítem ki egy természeti elemmel, vagy egy tőlem függetlenül kialakított elemmel, mint a víz, a hamu vagy a faszén. A kis plasztikák alapvetően bronzból készülnek, viszont a nagyobb méretű szobroknál általában vaslemezt használok. A felületét vagy rozsdásítással kezelem, ami végül is ennek az anyagnak a legtermészetesebb patinája, illetve több szobornál úgynevezett ilyen porfestett felületet kaptak a szobrok. Főleg az utóbbi években egyre többet használok rézlemezt, ez vörös rézlemez. Ennek az anyagnak van egyfajta ilyen eleganciája vagy finomsága, mondjuk főleg a vassal egy érdekes kontrasztot tud alkotni. Ebben a kiállításban készített 2 helyspecifikus munkát. Az egyik egy ilyen bazalt zúzalék alapra készült egy réz tálca, amiben víz van, és ebben ilyen finom rézlemezek úsznak. Tehát egyfajta folyamatos interaktivitás van a szoborban. A másik esetben pedig selyemfonalakból
készített egyfajta teret a szobor köré. Ez egy függesztett munka, tehát a maga a szobor függesztve van, és körülötte létrejön egy ilyen sejem struktúra. Különböző kísérletek voltak arra, hogy ezt a szobrot körülölelő, hát végül sejemfonalakból elkészült kompozíciót miből tudnám elkészíteni. Ez egy japán sejemfonal, és a cseresznye virágzás, a fantázia neve ennek a rózsaszín színnek, ami végképp megfogott. A Hai című munka esetében, ami hamut jelent, maga a szobortest hamuval lett kitöltve. Ennek a munkának például az is az értelme, ami a japán esztétikában nagyon fontos, hogy abban ragadjuk meg a dolgok szépségét, amikor például a mulandóságukra hívjuk fel a figyelmet. Nagyon hasonló megközelítése van a Lebegő hold című munkának, ami japánul ukiyo no tsuki névre hallgat. Pici szobor, amely vízzel van töltve, és ezen egy pici lemezke úszik, ami a folyamatos lebegéstől néha eltűnik a szobortestben, néha előjön, folyamatosan mozog. Nincs konkrét magyar címe a szobroknak, ezáltal nem szeretné a művész befolyásolni a látogatót a befogadásban. Ő kitalált egy struktúrát, annak adott egy címet, ami mögött egy nagyon komoly filozófiai felkészültség van, a látogatónak viszont megadja azt a lehetőséget, hogy a látványt úgy fogadja be, ahogy éppen akkor ő felkészült.